Két évvel korábban mehetnek nyugdíjba az ázomúr és vegyipari kombinát szennyezése miatt azok, akik több mint 30 évet éltek Marosvásárhelyen és környékén. A vonatkozó törvény már megjelent a hivatalos közlönyben. Nagy a tolongás a Maros megyei nyugdíjpénztárnál, többen is arról érdeklődnek, hogy milyen eljárások alapján mehetnek korábban nyugdíjba. Románia hivatalos közlönyében ugyanis már megjelent az a törvény, amely szavatolja, hogy két évvel csökken a nyugdíjkorhatár azok esetében, akik több mint 30 évet éltek Marosvásárhelyen, de a jogszabály a város 8 kilométeres körzetében élő lakosokra is vonatkozik. A korkedvezményes nyugdíjazási kérésnek bizonyos feltételei is vannak, mondja Kátai Melinda. Igényelhetik az előzetes nyugdíjazást két évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt, anélkül, hogy nyugdíj csökkentésbe részesüljenek, és a törvény által előírt biztosítási idővel is kell rendelkezzenek. Ami most a férfiaknál 35 év, a női személyeknél 30 év és 4 hónap. Emellett bizonyítani is kell, hogy az illető Marosvásárhelyen vagy a város közelében élt 3 évtizeden keresztül, ebben a lakosság nyilvántartó hivatal segít. Valakinek szüksége van, hogy mutassa be, milyen időt ő lakott Vásárhelyen, lehet megoldani egy kérése, saját kérése, és azt a kérést le kell rakja a bulletin osztályról, van a lakcíme, van a domicíliója. Úgyhogy megfogják, szóval a kérvén bele kell írják, hogy kérik, hogy milyen időtől laknak Vásárhelyen. Az ázomúr is egyébként csak tavaly 171-szer lépte át a megengedett szennyezési határértéket.